A Galatákhoz írott levél első részének 6-tól 9-ig terjedő verseit olvasom. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Az apostolt látszik, hogy mélyen foglalkoztatja a lelkében, amit a Galatáknál látott. Hogy oda érkeztek tévtanítók. Oda érkeztek olyanok, akik megzavarták a hitüket. Mert Pálék a Jézus Krisztus szabadító evangéliumát hirdették meg. A kereszten elhangzott, hogy elvégeztetett, és ehhez semmit hozzá nem kell tenni, hanem ezt hittel meg kell ragadni. Ez az alap. És akik odaérkeztek, azok elkezdték, amint már az előző videókban említettem, elkezdték, hogy ez így nem elég, hanem bizony nektek is körül kell metélkednetek, a zsidó szokásokat be kell tartanotok, úgy nevezik ezeket a tévtanítókat, a judaista tanítók, akik újra meg újra ki akarták pótolni Jézus keresztjét valami mással is, hogy nem elég, mint ahogy valaki mondta nekem a múltkoriban, hogy a felesége az addig, hogy bemerítkezett, pedig már meg volt keresztelve, és református is maradt, de hogy azért mégiscsak arra szükség van. Én újra mondom, mert ez már elhangzott többször, hogy nagyon tisztelem a baptista vagy másik gyülekezetnek a keresztelési szokásait, ezzel nincs is gondom. De hogy úgy tekinteni a bemerítkezésre, mint ami akár része is az üdvösségnek. Tehát, hogy addig nem egészen teljes és biztos, hanem hát ilyet ne tegyünk, vagy úgy tekinteni a szombatnapra, vagy úgy tekinteni a Jahve névre, a Jehova tanúi, amit mondanak, vagy bármit oda csempészni a Krisztus keresztjéhez, gyalázott. Hát ő azért jött el, hogy teljes szabadítást szerezzen nekünk. Utána aztán, ha valaki Jézus Krisztus gyermeke lett, akkor a törvény lehet a számára iránymutató, hát szükséges is, hogy Isten rendje. Nem az áldozati törvények, mert ők az Ószövetség előkészítő feladatát látták el az igazi nagyszabadításra, amit így olvasunk az igében, hogy zsidókhoz írott levélben, hogy Jézus Krisztus áldozata tökéletes, szabad, egyszer s mindenkorra, egyetlen áldozatával megszabadított a benne hívőket. Tehát ott már most az áldozati törvények lementek, meg egyéb ceremoniális törvények lementek. De a 10 parancsolat nem veszítette értelmét. De nem a 10 parancsolat megtartásában bizakodunk az üdvösségünkre nézve, hanem abban, hogy Jézus a mi bűneinkért, ahogy olvastuk, hogy adta magát, hogy kiszabadítson minket, hogy átvigyen az ő országába,
egyelőre úgy visz át, hogy érvényes ránk a szabadítás, a bűnbocsánat, és amikor kimegyünk ebből a világból, vagy ő jön vissza, akkor nekünk ezt a befizetett nagy ajándékot odaadja. És itt most az apostol nagyon keményen szól. Azt mondja, átkozott legyen, aki megzavarja a hiteteket, és mást hirdet ezen a szabadításon kívül. Még ha mi lennénk, akkor is azt mondja, ilyen fölkiáltással, vagy hangsúlyt téve a dologra, és azt mondja, csodálkozom, hogy ti bedőltetek ennek. Hát mi elmondtuk nektek, ti megragadtátok, átéltétek a szabadítást, nem kellett semmi más, és a bűneitek terhe lehullott. Teljes bűnbocsánatot kaptatok Jézus Krisztus keresztje által, és elindultatok vele az úton, és átéltétek, hogy Isten ereje, a menny, az ott van az életetekben, össze vagytok kötve a ti uratokkal, és élhetitek az új életet, elindulhattatok benne. És hát most védi ezerrel az apostol, és majd látjuk is, hogy elmagyarázza pontosan, hogy miért is ennyire döntő, hogy semmivel meg ne gyöngítsük a Krisztus keresztje erejét.